Megszűnhetnek a torlódások a reggeli és délutáni csúcsidőszakban az m 0 ason A halásztelki csomópont déli lehajtóágában ugyanis egy új intelligens jelzőlámpa vezérlő rendszert építettek ki, ami a burkolatba épített érzékelők segítségével figyeli a forgalmat és úgy vezérli a lámpát, szabályozza az áthaladást. Magyari László a Magyar Közút profit ZRT Pest megyei igazgatóságának vezetője elmondta, ennek köszönhetően az m 0 lehajtó sávjában nem torlódnak majd fel a járművek. Igaz a Lakihegy és Csepel közötti második Rákóczi Ferenc emiatt megnövekedhet a menetidő. Ezt is vizsgáljuk, hogy hogyan lehet, milyen forgalomszervezéssel tudnánk javítani a helyzeteket. Különböző civil kezdeményezések láttak napvilágot, amit, amit megvizsgáltunk, K kicsit kétkedve fogadjuk ennek a e, javító hatását, de az úgy van vele, hogy önkormányzattal egyeztetve, hogy semmilyen lehetőséget nem akarunk kizárni. Ezért majd ott is várható a közeljövőbe egy ilyen forgalmi teszt. Lesz egérút és menekülési útvonal a dugók előtt. Az m 0 Csepel-szigeti szakaszán nyithatnak egy új csomópontot, amivel bővül majd a körgyűrű elérhetősége, és várhatóan csökken a torlódások nagysága is. Magyar László a magyar közúton ZRT Pest megyei igazgatója az önkormányzatokkal most azt vizsgálják, hogyan tudják növelni a szigetről való ki és az oda bejutás lehetőségeit. A halásztelki és a sziget szentpiklósi csomópont mellett egy új lehajtót építenének ki a Gerincút halásztelki ágánál, ahol most egy híd ível át az m 0 fölött. Ott eddig azért nem terveztek új csomópontot, mert az ahhoz szükséges terület nem elegendő, de egy kompromisszumos megoldást keresnek, és a már meglévő két csomóponthoz kapcsolódó utak fejlesztési lehetőségeit is vizsgálják. A tervek szerint az autóút melletti ipari parkban működő cégek segítségével építenék meg a csomópontot. Kvázi ez az ő életüket is ő, ő szolgálja, illetve hát az ő általuk generált nagy terforgalom a jelenlegi úthálózatot nagyon terheli. Így viszont a jelenlegi kettőből esetleg három már irányba is meg tudna oszlani a forgalom, ami a forgalom nagyságnál már nagy dimenzióban érezhető különbség. Szóval tulajdonképpen az úthá, a jelenlegi csomópontok el fogják tudni viselni és kezelni úgy a forgalmat, hogy hogy életvitelszerűen az használható lesz.